haláldalnak. Világunk Ardónia, egy hatalmas föld. Sok különféle ember otthona, furcsa lényeké és veszélyes szörnyeké is. A sűrű erdők árnyában megbújva, a veszedelmes sivatagok homokja alatt, és befagyva az ősi északi hegyek mélyében, titkok és rejtélyek lakoznak, melyeket korokon keresztül képtelenek voltunk megérteni. Azonban ezen rejtélyek közül csak néhány volt annyira vonzó, mint az Ardóni faj, mely magáról a földről nevezhet. Az Ardónok olyan egyedülálló képességekkel rendelkeznek, hogy egyszerű erőket tudnak birtokolni, melyek dallamokként ismertek. Ezek közül a legerősebbekre úgy hivatkozunk, hogy ősdallamok, melyeket túl hatalmasnak ítéltek meg, hogy Ardón birtokolja. Így a négy Ardónklán mestereinek adták. A béke és harmónia jeleként. Emiatt a klánok elvakultak egy nagy veszélytől. A pokol birodalmának tüzéből egy hadsereg tört fel, hogy meghódítsa a világot. Legyőzték Ardónia népeit és királyságait, ahogy szétterjedtek a földön. De nem maradtak sokáig kihívatlanok. A végzett lovagok visszatértek a mesegyépükben. Hosszú ideje őrizték a világot. A két birodalom dűvel és elképzelhetetlen erővel csapott össze. És mégis, a pokol jól felkészült erre a megszállásra. Még a legendás végzett lovagok sem tudták őket megállítani. A győzelem reménye nélkül szólították az Ardóni fajta királyságok, hogy használják az ősdallamokat. Vonakodva, de a klánok megegyeztek, és versenyt tartottak, hogy eldöntsék, melyik Ardón lesz a bajnokuk, és így birtokolja a négy ősdallamot. Az egyik mind felé emelkedett. Kitartás, ravasság és erő jellemezte. A bajnok megtaláltatott. Ám mikor az ősdallamok bemutatására került sor, felfedte magát, mint Ingressus, a rég elfeledett és a rettegett Voltaris klán vezetője. Felháborodtak. A mesterek megtagadták, hogy Ingressus használja az ősdallamokat, a hatalommal való visszaélés miatt, amit régóta megvetették bennük. Azon estén, mi a klánok a következő lépéseket vitatták, Ingressus útnak indult, hogy megszerezze az ősdallamokat. Egytől egyig végzett a Kaltarisok mestereivel, a Szendárisokéval és a Meldaris klánéval. Ezen sötét tetteim úgy ismerték meg, mint a haláldalnok. A negyedik, egyben utolsó mester, Aegus Nestoris élte túl a mészárlást, így megvédve a legutolsó és egyben legerősebb ősdallamot. Az Ardónok tragédiát gyászoltak. Megfogadták, hogy levadásszák a haláldalnokot, és megakadályozzák, hogy megszerezze az utolsó ősdallamot. Időközben a Voltaris klán visszatért a számüzetéséből. Azonban, még ha támogatják is, tudta, hogy nincs esélye. Egész Ardónia ellenségeként csak egyetlen helyre mehetett. A
A haláldarab találkozott a pokol királyával, Kronosszal, és megalkotta a valaha volt legerősebb szövetséget. És így vette kezdetét a nagy háború. A végzett lovagok rendőrkirály vezetése alatt csatáztak, és szemtől szembe harcoltak a pokollal. Az emberek újra összehívták a seregeiket. Az Ardon klánok régi dallamokat is bevetettek. A magnaritok délről jöttek. A felénák nyugatról. Néhányan azt állítják, ő is ott volt. De mindezek ellenére a haláldarnokot és a pokol seregeit nem tudták megállítani. A konfliktus menete megfordult, miután egy fiatal Ardun csatlakozott a csatához, dallamokkal képezve. A Killian Nestoris képes volt egyesíteni és győzelemre vezetni a seregeket, ami alapján nevét szerezte, mint árdalnok. Vezetésével és a végzett lovagok erejével a pokol hadserege kénytelen volt visszavonulót fújni. Szövetségesek nélkül a megmaradt voltáriszok visszavonultak a Belgrénhegyre, ott, hol az árdalnok egyedül szállt szembe a haláldalnokkal, és mindkettő legyőzetett. Az ősdalmokat visszaszerezték, és ismét elosztották a klánok között, ezzel jelezve a végét a nagy háborúnak. A háború dallamai. A nagy háború. Az idő 11. fala. Hát, Haken, én nem értem. Haken. Igen, pontosan. Tudod, mit jelent ez? Talios. Haken. Egész végig aludt. Nézd ezt, itt. Hol említik az utolsó parbajt az idők falán? Belgrén hegy. Kétségtelnél. A legtöbb legenda, beleértve ezeket az áprósárt falkat is, nem említik, hogy a végső párbajra a hegy csúcsán került sor. Rendben. Tehát... mit jelent ez? Hallottam pletykákat valami jelenlétéről a Belgrén hegy csúcsán. Természetesen érdeklődő tudós létem miatt elküldtem néhány felderítőt, aki a pletykákat tényleg kialakítják. Ez 2 héttel ezelőtt volt. És... mit jelentettek? Nem is jelentettek! Senki sem tért vissza. Mit gondolsz, miért lehet ez? Nem vagyok egészen biztos. A voltáriszok, Talios, a voltáriszok. Úgy gondolod, a voltáriszok a Belgrén hegyen vannak? Kétségtelenül. Tudom, hogy voltáriszokra vadászol, mióta a nagyháború véget ért. Így idehoztak, hogy tájékoztassak az ügyről. Évek óta, hogy elvesztettem a voltáriszok nyomát. Fel kellene utaznom a Belgrén hegyre, és magam utána járni. Lassan testtel, Talios. Már nem vagyok krónikás. Úgy érzem, el kell kísérjek utadon, és lerögzítsem a talált információt. Szeretném ugyanakkor feltárni azok sorsát is, akiket felderíteni küldtem. Van esélye, hogy találkozunk a voltáriszokkal. És ki tudja, milyen más veszéllyel? Egyet se félj, Talios, mivel harcra is készültem. Várj! Pillanat, valahol itt van valami fegyverem is, ha csak nem vesztem tömel... itt is van! Hát akkor... gyerünk! Valószínűleg ez egy félreértés lehetett. Thank you.
Ide küldtem a felderítőket. Pont ide, Fáliasz. Valaki volt itt. Mostanság. Megtaláltam a készletüket. Milyen furcsa. Miért hagynák ott a dolgaikat, ahol mások megtalálják azokat? Mert még mindig itt vannak. Biztos te lehet Sally Sanders. Sokat hallottam már rólad. Én viszont semmit sem hallottam rólad. Ó, tudom. Hát elől biztosra mentem. Úgyhogy engedd meg, hogy bemutatkozzam. A nevem Ty Grenvoltaris. Ami téged illet, Fáli Sandaris, tudom, ki vagy. Bajnok. És tudom, mit tette a klánommal. A te kardodon tett a vérét rengeteg testvéremnek. És amit megöllek, elveszem tőled, és kétszer annyit ölök meg a tieidből. Sok év, mit előkészületekkel töltöttünk ehhez, és te még bele se avatkozol.